Elismerte vereségét az amerikai képviselőház tagja Liz Cheney a Wyoming államban tartott republikánus előválasztáson. Egyben közölte, fontolgatja, hogy elinduljon a következő amerikai elnökválasztáson. Cheney alelnöke a Kapitólium tavaly január 6-án történt ostromának körülményeit vizsgáló demokrata vezetésű bizottságnak, és egyike volt annak a 10 republikánus kongresszusi képviselőnek, akik tavaly megszavazták a Trump elnöki eltávolításáról szóló indítványt. Nagyon tisztán kell látnunk a fenyegetést, amivel szembe kell néznünk, illetve azt, hogy mi szükséges a leküzdéséhez. Január 6-a óta mondom, mindent megteszek azért, hogy Trump soha többé ne kerülhessen vissza a washingtoni elnöki irodába, mondta Liz Cheney a veresége után. Ifjabb George Bush egykori alelnöke Dick Cheney lányát a Trump által támogatott Harriet Hageman nagy fölénnyel győzte le az előválasztáson. Wyoming mindenki nevében beszélt, aki hisz az amerikai államban, ebben a nagyszerű országban, aki hisz a szabadságban és elismeri, hogy nemzeti jogaink a szólásszabadság, a vallásszabadság, valamint az egyenlő védelem és a tisztességes eljárás Istentől származnak és nem a kormánytól. A kormány nem veheti el ezeket, mondta a sikere után Hageman. Az 59 éves ügyvédnő győzelmével eldőlt, hogy Liz Cheney nem kap esélyt képviselőházi székének megvédésére.